Hogyan érhetünk el tortánkon márványos hatást? Hogyan lehet a fondant borítónk látványra márványhoz hasonlítható? Ez úgy érhetjük el, hogy például fogunk két különböző színű fondant masszát, készíthetjük három színből is, de kettőből már elég. Két különböző színű fondant masszát fogunk, ez egy zöld, ami egy kicsit most porcokros, ezért mutattam közelről, és egy fehér. Nyújtunk két hasonló kis kígyót, és ezeket szépen össze tekergetjük. Ez egy igazából egy kis játékhoz jobban hasonlítható. És miután összetekertük, fogjuk és összedolgozzuk, ezután pedig összegyúrjuk. És mikor összegyúrtuk, igyekezzünk ugye jól összegyúrni a két színt, ezt most össze fogom gyúrni, és ha összegyúrtuk őket, akkor fogom a tiszta nyújtómat, és egyszerűen ugyanúgy, mint a sima egyszerű fondant masszát kinyújtom, és ekkor meg fogja kapni a márványos hatást a fondantunk. Na, hát kinyújtottam. Igen, sajnos a fény nem egészen jó, nagyon sajnálom. Itt az túlnyomó részben volt a zöld, ezt lehet látni, egy kicsit csinyén kell vele bánni, tehát a két színnek megegyező mennyiségűnek kell, hogy legyen, illetve a dominánsabbból lehetünk egy kicsit kevesebbet is. Ugyanúgy jól összedolgozzuk, ugyanúgy, mint amikor elkészítünk egy fondant, bevonót, és jól összedolgozzuk a porcukorra, ugyanúgy a két színt összedolgozzuk, és aztán kinyújtjuk, és kész, el is készül a márványhatású fondant bevonónk, amit a tortára helyezhetünk.